Arany János 1817. november 2-án született Nagyszalontán. Apja kevés földdel és kisházzal rendelkező földműves volt. A család súlyos tüdőbajjal volt megáldva, így a 8 gyermek közül csak 2 maradt életben, János és Sára. Ugye a török ellen nyertek, moldvaiak ellen nyertek, Szapolyai János, bocsánat, ott van a Szapolyai János is, Bátor István, ezek a moldva ellen. Jelenleg Európa legkeletibb reneszánsz műemléke előtt állunk. Na ezeket imádom. Megsértje, eddig is az önmény volt. Hát most akarjuk, hogy valami folyamatos.